Szeretettel köszöntöm a nézőket. Hát ugye az volt a kérdés, hogy most jöttem ki a parlamentből, most vettünk részt ugye ezen a történelmi eseményen, és az volt az első kérdésed hozzám, hogy mi az álláspontom róla. Hát először elmondom röviden, utána elmondom egy kicsit hosszabban. Hát röviden, ugye az a lényege a dolognak, hogy a törvénytelenségből, ami 1944 óta van, most megpróbált a fülkeforradalmas kétharmad törvényes jogrendet csinálni. Tehát egy törvénytelen jogrendből megpróbáltak törvényes jogrendet csinálni. Ha nagyon tudományosan akarom ezt a rövid választ itt mondani, akkor az a történet, hogy a de jure illegitim államból, ez ugye azt jelenti, hogy ne ilyen fellengzősen mondjam, hogy abból a törvénytelen, jogilag teljes mértékben törvénytelen államból, aminek azért egy de facto, tehát tényleges törvényessége van, ők most tovább vitték ezt a de facto törvényességet, de sokszor elmondtam már, hogy ez a de facto törvényesség, ez a tényleges törvényesség azért van, mert 1989-ben az akkori politikai elit az átmentés céljából tévedésbe ejtette a magyar társadalmat, és azóta is tévedésbe tartja. A tévedésbe ejtés és a tévedésbe tartás az a csalás törvényi tényállásának a két legfontosabb eleme. Ugye azt tudjuk, ugye, hogy ez a politikai osztály mindezt haszonszerzés céljából tette, hiszen ugye egyrészt haszon volt a régi elvtársaknak az, hogy nem vonták őket felelősségre, az új elvtársnak, a saját maguk megteremtette ellenzéknek pedig az volt a haszon ebbe az egész történetbe, hogy ugye ők is hozzáfértek egy kicsit a húsos fazékhoz. Tehát ez volt a rövid válaszom, ők a törvénytelenségből most megpróbáltak törvényességet csinálni. Hát úgy néz ki ez a kérdés, hogy a jogi karok élén ott maradtak 89-ben a régi elvtársak. Ennek az volt az oka, mert ugye az a típusú jogpozitivizmus, ugye ezt az egyetemeken így tanítják, ami végsősorban lehet bolsevik, lehet liberális, de lehet jakobinus is például. Ez a típusú jogpozitivizmus, ez tökéletesen kiszolgálta a kommunista párt érdekeit, de ugyanúgy tökéletesen ki tudta szolgálni a globalista rendszer érdekeit is. Hiszen hogy is nézett ki? Hát a kommunista párt összegyűjtötte, összeharácsolta, állami tulajdonbe vette, ugye azt mondták, a magánszemélyek vagyonát, és mit csinált erre a rendszerváltás utáni teljesen törvénytelen elit? Privatizálta, szétosztotta, nem ugyanazoknak adta vissza, nem is tartotta meg, és nem tisztelte a Szent Korona tulajdonát se, semmit nem tisztelt, hanem szétosztotta. Tehát ez a jogi oktatás képtelen rádöbbenni arra, hogy a kartális alkotmányosság, amit ugye rendszeresen tanítottak az egyetemen, hogy az alkotmányosság az ugye kartális lehet, ugyan van történeti alkotmányosság, de az elavult, mondják ők. Na de történeti alkotmányosság a speciál mondjuk például Ausztriának nincs, de Magyarországnak van. Nekünk minimálisan 1160 éves alkotmányosságunk van, hiszen a vérszerződésünktől kezdve alkotmányos volt a magyar állam. Csak legfeljebb még így hívták, hogy alkotmányos, de megvoltak az ismérvei. Ez azt jelenti, hogy ezt a történelmi ívet, ezt a történelmi fejlődést, amit a magyar alkotmányosság szerves jogfejlődésként bejárt, ezt most meg akarja szakítani ez a rendszer, de álságosan úgy akarja megszakítani, hogy azt mondja, hogy helyreállította a jogfolytonosságot. De ha helyreállítja a jogfolytonosságot, akkor valójában minimálisan népszavazást kell rendezni arról, hogy milyen legyen az államforma. Egy. Kettő. Ha helyreállítja a jogfolytonosságot, akkor vissza kell adni a főhatalmat az állam fölött álló igazságos jognak.
Ugye azt neked nem kell mondani, hogy az állam fölött álló igazságos jog foglalata a Szent Korona. Tehát vigyázzunk, a Szent Korona nem a királyság biztosítéka, hanem az igazságos jogrend biztosítéka. A joguralom biztosítéka. És ez a joguralom megkülönböztetendő attól a jogállamtól, amit a liberálisok itt állandóan mondogatnak, hogy így jogállam, úgy jogállam. A jogállam ugyanis az, hogy itt a parlamentbe ugye elkezdenek tekerni, gyártani jogot. Gyártják a jogot, és ahhoz a joghoz tartják magukat. De csak akkor, ha nekik ez szimpatikus, ha jó. Ha ez valamilyen úton, módon nekik nem jó, nem az érdekeiket szolgálják, akkor azonnal meg tudják változtatni. Na de az igazságos jogrendet, azt nem lehet megváltoztatni. Ugye, ha hívő vagyok, azt mondom, az igazságos jogrend az isteni jog. Ha nem vagyok hívő, akkor azt mondom, az igazságos jog az a természetjog. Emlékszünk, ugye a sólyom mit mondott annak idején, hogy hagyjuk már ezt az igazságosságról szóló meséket, nekünk a jogbiztonság számít. Na de milyen jogbiztonság? Amit ők gyártottak itt a parlamentbe futószallagon. Nekik ahhoz a joghoz kellene ugye ragaszkodni, hiszen az szolgálja ki a globalizmust. Tehát összességében, hogy egyszerűen le tudjuk zárni ezt a hosszú mondatsort, azt mondom, hogy ugye törvényessé akarják tenni a törvénytelent, és ehhez a csalást, amit 89-ben elkövetett a teljes akkori politikai osztály, ők most szépen tovább vitték ezt a csalást. Igaz, hogy kimondták, hogy a kommunista rendszer az bűnös rendszer volt, és nincs közük hozzá, tehát egyetlen egy érvet tudtak elvenni tőlünk, nevezetesen azt, hogy ma már ugye nem illdomos azt mondani, hogy ez a jelenlegi rendszer jogfolytonos a Rákosi Kádár diktatúrával, mert ők azt elítélik, hogy azzal ők nem jogfolytonosak. Na de mivel jogfolytonosak akkor, ha nem a Rákosi Kádár diktatúrával? Mivel? A két világháború közötti Magyarországgal? Az alkotmányos királysággal? Vagy a dualizmus korával? Hát nem azzal. Nem a valaha volt történelmi magyar államokkal jogfolytonossak, hanem annak ellenére, hogy ők most deklarálták, hogy a Rákosi Kádár rendszer az egy bűnös rendszer volt, ők mégis annak az utolsó szakaszával, mégpedig az 1989 évi 31-es törvénnyel jogfolytonossak. Ezt nem tudják letagadni. Ahhoz, hogy ebből kilépjenek, és ahhoz, hogy valóban legitimizálják, törvényesítsék a hatalmukat, ahhoz valóban vissza kellett volna a történeti jogfolytonossághoz térni, helyre kellett volna az alkotmányosság minden elemét állítani, valóban vármegyének kellett volna hívni a vármegyét, valóban azokat az önkormányzati jogokat vissza kellett volna adni, amivel rendelkezett az egykori vármegye. Valóban létre kellett volna hozni a felsőházat, igaz, hogy a szerves jogfejlődés értelmébe kellett volna létrehozni, tehát nem a főpapok meg főurak kellettek volna a felsőházba, hanem a szerves jogfejlődés eredményeként egy 56-os, 1956-os tematikával felállított felsőházi rendszert kellett volna nekik ide az asztalra letenni. Ehelyett dübörög a parlamentbe a pártokrácia, nem engednek semmilyen módosító indítványt, ami a másik párttól, nevezetesen a Jobbiktól jött, azt mindent lesöpörtek. A másik két párt nem is vett részt ebbe az állalkotmányozásba, hiszen ő maguk is állandóan keverik az alaptörvényt az alkotmánnyal, és nem veszik tudomásul, hogy ez egy sima törvény. Amit ők most hoztak, az egy állam felépítésére vonatkozó törvény. Én úgy látom, hogy a de jure illegitimitás tehát megmaradt. A de facto legitimitás csalás voltára pedig rá kellene döbbenteni a magyar társadalmat. Tehát itt valójában az a probléma, hogy megosztanak bennünket, hogy kijön a munkásság tüntetni, a szakszervezetek, kijönnek a rendvédelmi dolgozók külön, kijön a Halász Jóska külön tüntetni, mindenki külön kiáll és elkezd tüntetni, ugye.
Azt kell mondjam, hogy maga ez a pártokrácia a megosztásunkra pályázik. Tehát, hogy az oszd meg és uralkodj elve a pártokráciára épül jó pár éve, ugye azóta, mióta vallások szerint már nem tudnak bennünket egymásnak fordítani, utána megpróbáltak osztály ellentéteket szítani, az se jött be. Tehát Magyarországon se a vallás, se az osztály ellentét igazán nem jött be, most pártos megosztásra törekszenek. Tehát én azt gondolom, hogyha a magyar társadalom felfogja azt, hogy mi másként gondoljuk az alkotmányosságot, mint Európa többi része, némileg hasonlóan, mint az angolok, de a kontinentális alkotmányjogi kánont, azt teljesen elutasítjuk. Ugye szokták mondani, különösen az LMP, ugye lehet más a politika, hát a pártpolitika nem lehet más, csak hogy egy kis riposztot is mondjak itt, az nem lehet más. A pártpolitika az mindig olyan lesz. De a nemzetpolitika az lehetne más, valóban. De ahhoz a társadalom széles rétegeinek fel kell ismerni, hogy önszerveződni kell, újra nemzetségben kell gondolkodni, újra abban kell gondolkodni, hogy egy faluban, egy kisvárosban, de egy nagyobb városban is, hogyan fogjunk össze úgy, hogy azt a nem egészen 100 000 embert, aki belépett valamelyik pártba, mert az összes pártnak Magyarországon nincs 100 000 tagja. Tehát nem úgy van, mint régen, a kommunista pártnak volt 800 000 tagja. Ma Magyarországon az összes pártnak, és nem tudom, 15 vagy hány van maximum 100 000 tagja. Ha azt a 100 000 embert kifelejtjük a történetből, és azt mondom, hogy 9 900 000 ember, jó, hát ebbe a apróságok is benne vannak, meg olyanok is, akik gondolkodni se tudnak, tehát akkor mondjuk 9 millió ember rádöbben arra, hogy a jogaiban korlátozza az, hogy most kitalálták neki, hogy ime, hoztunk egy új alkotmányt, és innentől kezdve majd ez lesz az alap. Ők hoztak egy törvényt, egyébként sajnos még ez is törvénytelen, mert egy illegitim állam, egy illegitim parlament csak illegitim törvényt, tehát törvénytelen törvényt tud alkotni, de hoztak egy törvényt. Ez a törvény, ha a magyar nép hosszasan ebbe él, hosszasan elfogadja, akkor x idő múlva majd felemelkedik, és valóban része lehet a történeti alkotmányosságunknak. Hiszen ez a szerző, a történeti alkotmány fejlődésének, a szerves jogfejlődésnek a lényege, hogy nem alkotmányt írunk, hanem írunk egy törvényt, és ha azt a törvényt elfogadja a nemzet, aszerint él, másokkal is elfogadtatja, akkor majd az része lesz az alkotmánynak. De hát ezhez évtizedek kellenek, és én nem hiszem, mert annyira nem koherens annyira ennek az alkotmány helyettesítő törvénynek a szövege, mert ugye ez most egy alkotmány helyettesítő törvény, nem annyira koherens, hogy ez 10 évet kibírjon. Ez nem fog kibírni 10 évet. Én szerintem már 2-3 év múlva elkezdik majd módosítgatni. Sőt, én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy amikor most a sarkalatos törvényeket elkezdik futószallagon gyártani, már akkor hozzá kell ehhez a törvényhez nyúlni, ugye, amit ugye ők alkotmánynak apostrofálnak, vagy legjobb esetben alaptörvénynek, hozzá kell nyúlni, mert rá fognak jönni, hogy ezen a ponton, meg ezen a ponton nem koherens a szöveg, ellentmondás van benne, tehát javítani kell rajta. Tehát a társadalomnak szerveződnie kell, világossá kell válni mindenki számára, hogy a jelszó, vagy a jelmondat így szól, minden hatalmat a Szent Koronának, tehát nem a szovjeteknek minden hatalmat, hanem a Szent Koronának, és egyetlen fillért sem a multiknak. Ha önellátók tudunk lenni, ha nem adunk pénzt a multik kezébe, akkor ez az ország rövid úton ki fog mászni ebből a kátyúból, amibe sikerült itt a szocialistáknak, a szabaddemokratáknak, és sajnos azt kell mondjam, hogy még a Fidesz liberális szárnyának is bevinni. Nem teszek köztük persze egyenlőségjelet, mert nincs egyenlőségjel köztük, de azt kell mondjam, hogy sajnos a különbség sem olyan óriási, hogy ordítson. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Remélem,
legközelebb is tudunk beszélgetni erről a szép témáról. Isten áldjon Önöket!